Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával. A stúdióban itt van már Szarka Tamás és zenész társai, úgyhogy mindenkit mindjárt is bemutatunk. Sziasztok! Sziasztok! Jó napot! Hát Tamás, nem, nehéz megszólalnom, mert hogy annyi díjad van, annyi elismerésed van, és annyi mindent csináltál az elmúlt évben, hogy azért ezek közül, hát hogyha elkezdeném felsorolni, akkor vége is lenne az egy órának, de azt azért nem szeretném, mert akkor nem tudtok élőben játszani. Másrészt ugye felmerül bennem a kérdés, hogy aki mögött ennyi elismerés, szakmai életú tapasztalat van, hogy tekint vissza a múltra? Mi az, amit a legszívesebben emel ki ezek közül? Vagy vannak korszakok, és akkor korszakonként tudsz kiemelni valamit? Ez egy jó kérdés. Az igazság, hogy ha visszagondolok az elmúlt hónapokra, akkor mindig az a kérdés, alapvetően mindig az a kérdés merül fel bennem, hogy na de mit csinálok majd holnap, hogy érem utol saját magam? Mert most is az van már, hogy állandó késésben vagyok, amit nagyon örülök, nagyon sok a munkám, de tényleg a nagy részét én saját magamnak adom magamnak, mivel nekem nincsen főnököm, így aztán kénytelen vagyok, és ez nagyon nehéz, gyakran saját magamnak parancsolni. Természetesen főnököm olyan értelemben talán lenne is, mert azt mondják, hogy a közönség az, de nekem nem az. Mert én saját muzsikámat, saját jókedvemből, vagy a saját fájdalomból muzsikálom ki, énekelem ki, és nem soha még eddig, és így már aztán ezután sem végeztem közvéleménykutatást, ma mégis mit kéne játszanom, ezt én saját magam eldöntöm saját magamnak, és aztán az édes drága, csodálatos zsűri, a közönség vagy követi, vagy nem követi, de ez a második lépés, általában követi, hiszen például ugye most is voltak csodálatos karácsonyi koncertjeink, hát a kettőt mondok, Szolnok, és utána egy hete történt ugye a Várkert bazárban, de a Várkert bazár már egy héttel azelőtt, és én láttam a székeket, mert az ember megnézi a székeket, hogy két héttel a koncert előtt már minden jegy elkelt, tehát a drága közönség követi. És jól sikerültek ezek a koncertek? Ez az igazság, hogy jól, igen. Csodálatos kórusaink voltak. Ez egyik helyen 90 tagú, a másik helyen 60 tagú. Na most az igazság, hogy ezek a nóták, ezek gyönyörűek. Azért is mondhatom, mert egy részét nem is én írtam, ezek népdalok is. Tehát erre aztán nyugodtan mondhatom. Nyilván a magyar népzene az a legerősebb és a leggyönyörűbb, a legarchaikusabbak közé tartozik az egész világon, mondhatom, hiszen abból is jövök. Tehát ezeket a muzsikák, ha megvannak ott a színpadon, kívülbelül csodálatos zenekarom, zenésztársaim, mert ők az enyémek, én meg az övék vagyok, azért ezt tisztázzuk, ott vannak a gyerekek, és ott van a csodálatos közönség, akik már két hete azon vitatkoznak, hogy hogyan jussanak be, és van ott egy karácsonyfa is, és van egy adventünk is, akkor már előre úgy érzem, hogy ez már eldőlt, ez már szép lesz, és így is volt. Egy karácsonyfa itt is van, gyönyörű fények is vannak, úgyhogy az ünnepre hangolódunk most általatok. Egy kicsit, vagy nagyon. És akkor gyorsan be is mutatom, hogy kikkel érkezték. Itt van Molnár Aliz, Alman Gergő, Kovács Tamás és Szentgalai György, akikkel együtt játszatok most élőben, és az első dal a Mária altatója lesz, és ezzel hangulodunk most az elkövetkező napokra, hiszen 6 nap múlva karácsony. A Petőfi Rádió zenei stúdiójába be is lehet kukkantani, a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján láthatod, ami élőben történik. És akkor most jöjjön tehát a Mária altatója és a Szarka Tamás élőben. Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban. Jó estét, ég s föld fia, te vagy a Jézuska, ő már bátyád aranyos, nap sugara, lugocskád ezüstös, hold sugara. Csicsi a baba, csicsi a baba, sír Máriánál van vacsora, tejet iszik az Isten fia, édes tejet íz, Isten fia. Falu végén van egy házi kocska, falu végén van egy házi kocska, abban van
Keres már a katona, hogy elvezet. Keres már a gazdag, hogy kinevet. Keres a halál, hogy megszeret. Keres már a halál, hogy megszeret. Zöldelik ágacska a keresztfár. Ébred a magocska, tűs koronát. Szeretne mégis ez a világ, szerethetne mégis ez a világ. Falu végén van egy házi kocska, falu végén van egy házi kocska. Nincsen semmi másod, Isten fiú, játszol csak a háza, Isten fiú. Szalma a párnán, Isten fiú, de szemed fénye a lámpán, Isten fiú. Adjon igaz álmot az éjszaka, meleget a jászok, kicsi háj, háj, aludjál, csíja baba. Háj, háj, aludjál, csíja baba. Aludj, aludj, Istennek báránya. Aludj, aludj, Istennek báránya. Szerelemből jöttél a világra. Magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban, a stúdióban. A Kossuth-díjas énekes zeneszerző, zenész és költő Szarka Tamás, a Gimes Együttes egyik alapító tagja és frontembere, illetve egy olyan úriember, aki számos dolgot már megcsinált az elmúlt időszakban, több karácsonyi dalod is készült például ugye az elmúlt években, de hát ha azt veszem, akkor van teljesen más formája is annak, amit csinálsz, hiszen például Rudolf Péter felkérésére az Üvegtigris 2 című filmet is a zenét te szerezted. Aztán a te zenét hallató a Get Note című 2004-ben készült magyar filmben is, aminek szerzeményére számos koreográfus készített tánc koreográfiát. Aztán például 2018-ban az augusztus 20-ai budapesti tűzijáték zenét is te szerezted Szent István király dicsérete címmel, és hát még ide sok mindent lehetne sorolni. Nyilván mindegyik más feladat. Nehéz kérésre dalt írni? Egyáltalán nem, sőt könnyű. Arra könnyű igazán. Igen? Azért az így van, persze, hogy ne. Én akkor is dolgozok, ha nincs fölkérés, akkor is, ha van. De ha van, akkor van dátum, az erősíti és pontosítja az ember munkáját, és akkor nem csak magának kell parancsolni, ahogy előbb mondtam, hanem akkor a dátum is, és a fölkérés is. És ezek közös munkák, ezek mindig szépek. A színházról, a filmről van szó, egy történet mesélésbe, hiszen a színház és a film is az belehelyezni az embernek saját magát, a muzsikáját, a verseit, ez mindig borzasztóan izgalmas. 4 alkalommal jelent meg az online térben az adventi naptárod sok-sok virtuális ajándékkal, és ennek egyik szerzeménye a Menjünk mi is című dal.
Ezzel fogjuk folytatni. Szeretnél róla valamit mondani még? Hát ez volt az első karácsonyi lemezünk, Mendika, ez volt a címe, igen. És az igazság, hogy nem is mindenki ismeri ezt a kifejezést, hogy Mendika, mert nincs is, ezt én találtam ki, mert csak igében használtuk mi a Fölvidéken, mendikálás, tehát amikor karácsony este, szent este, 24-én énekeltek a gyerekek, mentek házról házra. Ez a mai napig azért az a szokás még van, felértés ne essék, még a városban is gyakorolják, és azt gondoltam, hogy akkor ezt a mendikálást én ebből egy főnevet, főnévre szállítom össze, és akkor Mendika lett a címe, és annak az első lemeznek, ami 2007-ben jelent meg, és Törőcsik Mari mondta rajta a csodálatos Sanna a verseket, abból idézünk most meg egy dalt. Ez a Menjünk mi is, tehát itt a Petőfi Rádióban élőben Szarka Tamástól, figyelj! Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával! Menjünk mi is Betlehembe, menjünk mi is Betlehembe, érinthessen az öröm, s érinthessen az öröm, érinthessen az öröm, érinthessen az öröm. Mi itten az istállóban, mi itten az istállóban, fekszik Jézus jászó, s fekszik Jézus jászolban, fekszik Jézus jászolban, fekszik Jézus jászolban. Egy kis mécses világában, vígének, zengenek,
magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban Szarka Tamás, a Kossuth-díjas énekes, zeneszerző, zenész és költő, aki egyben a magyar kultúra lovagja, Bartók Béla emlékdíjas, fonogram, Artisius Emerton, aranyzsiráv, Don Quixote díjas, magyar művészetért és nyitott Európáért díjat is kapott, magyar örökségdíj, hát annyi minden van itt. Hol sorakoznak ezek a sok-sok díjak, hol helyezkednek el? De felejét nem tudom, hogy hol van, de a másik fel az ebédlőben. Van külön vitrin neki? Vannak, megvannak. Nagyon szépen köszönöm őket, és csodálatos. Nyilván most zavarba is jöttem volna már majdnem, hogy annyit felsoroltál. Igen, mert hogy ez még ugye nem az összes. Tehát ugye még van hát jobb. Ezek csodálatos díjak. Az igazság, hogy nekem mindig az jut eszembe ezekről a díjakról, hogy amikor kimegyünk és elkezdünk egy koncertet, akkor ezeket a díjakat én hiába mutatom föl a zenésznek. Minden koncerten előről kezdődik az élete. De hát ezek elismerések, ami hát pedig persze, bizonyítja, csoda, hogy csoda, az eddigi csoda, munkának igen. Megvan az eredménye. Így igaz, így igaz. Az advent időszak ahogy telik, ugye rengeteg munka, azt mondtad, hogy nem éred utol magad, ettől függetlenül azért sikerül valamelyest hangolódni az ünnepekre? Mondom, maguk a koncertek tulajdonképpen nekem meghozzák a karácsonyi hangulatot, hiszen karácsonyi dalokat éneklünk gyerekekkel. A gyerek mindig ott van a karácsonyban, mert hogyha majd 103 évesen fogunk ott ülni egyedül egy szobába, akkor meg a gyerekkorunkat fogjuk biztos, hogy előhozni, mert az oda tolakszik bűbájosan, és ott fog mosolyogni, tehát mindig ott van a gyerek nekünk a koncerten. Én azokat már átélem egyéb iránt, és nekem mindig van egy izgalmam, hát ez gyerekkorból jön a karácsony tájékán, már ahogy várjuk az ünnepeket. Ez igenis, én nekem, ha fölcsendül egy karácsonyi dallam, igenis egy jó nagy bótba, vagy egy rádióba, például a Petőfibe, akkor igenis, az már nekem közelíti a karácsonyt. Én tudok izgulni mai napig érte, miatta, szeretem, szerintem ez egy kis csoda, és akárhogy is veszik. Itt van ez a 2023-as év, ugye most már úgy, ahogy hát lepergettük, kisebb-nagyobb sikerrel és fájdalmakkal, tudjuk, hogy sok minden van, sok minden volt, de mégiscsak ideértünk a végére, akkor most már hadd adjuk magunkat kicsit át ennek a legszebb ünnepünknek, ahogy egy érzékeny lelkületű költő mondta, mert engem a hobó úgy hív általában, meg engem meg magát is. Egyébként ugye azt mondja, hogy, és Törőcsik Mari szájából szólt ez nagyon szépen, de a szerzőnek minden megbocsátatik, ugye? Hogy ó, esztendő, így vált vénné, háza, kertje, csatatér, amíg bízni lát az új év, és anélkül meg mit is ér, megint mindent megígér. Boldog ünnepeket, ezzel a dallal folytatjuk most élőben, itt a Petőfi Rádióban. Hogyha szeretnél bekukkantani ide a stúdióba, akkor megteheted a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján. Figyelj, hangosíthatsz is a Petőfi Rádió zenei stúdiójában, tehát a Szarka Tamás és a boldog ünnepeket. Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával. Tüzeket gyújtott, vizet öntött.
Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban. A Gimes Együttes egyik alapító tagja, a frontembere, a Kossuth Díjas énekes, zeneszerző, zenész, költő Szarka Tamás, aki élőben ad most elő nekünk pár dalt, hogy egy kicsit még jobban tudjunk hangolódni az ünnepekre így 6 nappal szenteste előtt. Itt van a stúdióban Molnár Aliz, Almann Gergő és Kovács Tamás is, akik Szarka Tamás mellett énekelnek, illetve zenélnek. És hát ugye említetted, hogy nagyon-nagyon mozgalmas volt nem csak ez az év, hanem az elmúlt évek is. Milyen tervek, megjelenések várhatók a következő évre? 2024 hogy fog kinézni, hát gondolom, Szarka hogy Tamás naptárában, hogy néz ki? Hát azt hiszem, hogy ezek közül a nóták közül párat szentestén is el fogunk játszani. Az Duna Televízióban, azt hiszem, ezt mondhatom itt, ugye? Igen. Pontosan este 7-től lesz egy szép nagy koncert. Ha nekinek van kedve ezt hallgatni és nézni majd ugye a vacsora alatt, akkor van egy ilyen választás is, és jövőre. Hát természetesen a koncertek sora most már jelentkezik. Hát ami fontos, fontosabbak, az minden egyes koncert természetesen. Éppen olyan fontos, mint a másik. Én már nem tudok különbséget tenni. Nem is akarok. De szó van egy nagyon szép isztambuli koncertről, hiszen jövőre török-magyar kulturális év van, mint tudjuk. És akkor ezen kívül ott van egy nagyon szép projektem a Nemzeti Színházban, tulajdonképpen két színház vagy három színház adja majd elő az Esthajnal című nagy produkciót. Nyáron valahol a Szabadtéren lesz ez, és ősszel pedig a Nemzeti Színház behozza egy önálló bemutatóval, és aztán nem tudjuk mennyi, meddig, de valószínűleg évekig majd megnézhető lesz az Esthajnal. Ez egy cigány rómaius Júlia történet. Erre aztán most már nagyon sokat fogunk készülni, nyilván tavasszal fogok én is, a színházzal, a dramaturgokkal, a színészekkel, mert nyilván a próbák lassan tavasz végén elkezdődnek majd, nyár elején, és hát most hirtelen ennyit, aztán van még egy projekt, most még nem mondhatok, mert nincsen szerződésem, de hát filmzenéről is szó van, egy önálló lemezem megjelenéséről is szó van tavaszra, tehát nagyon sok. Ezen kívül van egy nagyon szép nagy projektem is a magyar zenével kapcsolatosan, hát pontosan még nem fogom elmondani, hogy mik, de pontosan annyi munkám van az igazságban, amennyit én magamnak, tehát elég sok. És tudsz nemet mondani egyébként, hogyha munkáról van szó? Azt tudom, hogy tudsz nemet mondani, ha munkáról van szó. Volt már azért példa, nehéz. Igen, jó kérdés, volt már a példa, de kevés alkalommal van ilyen, igen. Hát nyilván, előfordul. Ha ilyen nagyobb volumenű dolgok vannak, azért arra az ember nem mond nemet. Igen, meg a környezet. Tehát, hogy megfogja az embert, egész egyszerűen megfogja, vagy nem fogja meg. Általában elég könnyen fogható vagyok, azért persze. Én nagyon szívesen muzsikálok és írok bele történetekbe, ahogy én ezt már mondtam. Hogyha, és olyan a környezet, az emberek, akik hívnak engem, azok megfelelő alázattal vannak, de általában így vannak, és így aztán ez egy csodálatos munka. Azt mondják nálunk, de hát szerintem egész Kárpát-medencében, hogy aki panaszkodik, attól el kell venni, ez egy nagy igazság egyébként, tehát én meg azért sem, nekem nincs mire panaszkodnom. Köszönöm szépen, amíg a munkámban én szerintem az már az élete felét megnyerte, aki örömmel végzi a munkáját. Én ezek közé tartozom. Mindenkinek ezt kívánok, és mindenkinek csodálatos karácsonyi ünnepeket kívánom. Köszönjük, mi is ugyanezt kívánjuk, és hogyha most még ugye 6 nappal itt vagyunk a Szent Este előtt, a Jézuskának, ha most még lehet üzenni, mit üzensz neki? Hát, zavarba vagyok. Ugye, hogy ez nehéz kérdés azért. Ezt tulajdonképpen igen. Ez nehéz kérdés. Hát egy kicsi nyugalmat, egy kicsi pihenést, hát ennyit tudok én mindenkinek, magunknak is, magamnak is természetesen. Hát sok-sok mosolyt, ebben sok fájdalmunk volt ebben az évben, de egy kis mosolyt, de szerintem azt meg fogjuk kapni, rajtunk is múlik.
Igen, rajtunk is múlik, és most jön egy gyönyörű szép dal, az egyik legnépszerűbb és valószínűleg legrégebbi magyar karácsonyi dal. Szerzői egyébként most itt olvasom, hogy nagy valószínűséggel a 18. században élt plébános Szent Mihály Mihály, és a Palóc vidékről terjedt el az ország, az egész országban, főleg Erdélyben. Erdélyben volt szokás ugye szenteste a karácsonyfaállítás, ahol az ajándékot nem Jézus, hanem a nagy betűvel írt angyal hozta, és amiért sokáig erdélyi eredetűnek tartották ezt a dalt, amit először, hát 1910-ben vettek fonográf hengerre. És most pedig élőben fog szólni itt a Petőfi Rádióban, a Szarka Tamás előadásában, a Mennyből az angyal. Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban. Thank you.